A Fidesz frakció debreceni ülésére érkeztek a képviselők csütörtökön. Orbán Viktor itt a Magyar Nemzet információi szerint azt mondta, három veszély fenyegeti Magyarországot, a népvándorlás, a járványok és ha Gyurcsány Ferenc ismét a hatalom közelébe kerül. Gyurcsány Ferenc erre Facebook oldalán azt írta, idézem, már nagyon látszik, hogy a Fidesznél tele a gatya, és szerinte attól félnek, hogy elveszítik a választásokat. A kormánypárt frakcióvezetője csütörtöki debreceni sajtótájékoztatóján ismét szóba hozta a DK elnökét. Tetszik, nem tetszik Gyurcsány Ferencnek, potenciális veszélyként tekintünk rá a magyarok szempontjából. Ismerjük a kormányzását, ismerjük a módszereit, ismerjük az eladósító, az adó emelő politikáját, ismerjük a nemzeti vagyont kiárusító politikáját. Gyurcsány Ferenc erre is a Facebookon reagált. Azt írta, idézem, tegnap Orbán, ma Kocsis, Istenemre ezek belém szerettek. Majd felajánlotta, hogy menjenek hármasban moziba és fogják egymás kezét. Kocsis Máté szintén a Facebookon erre azt írta, fogja meg a te véres, enyves kezedet a Radai Rosseb. Gyurcsány Ferenc egy videóval válaszolt, amelyben Ronaldo híressé vált jelenetét parodizálja, kóla helyett a Fideszre célozva a narancslével. Narancslé? Ugyan. Ijatok inkább vizet. Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője egy debreceni rendezvény után az RTL Híradónak azt mondta, az üzengetés a kampány része. Nyilvánvalóan elkezdődött a kampány, és az, hogy a politikusok egymással beszélgetnek, üzengetnek, kinek milyen stílusban, mi a mondani valója, az egyéni ízlés kérdése. Gyurcsány Ferencet láttuk már fejszámolni varázslatos módon, kígyókat láttuk már tekeregni a sajtótájékoztatóin, hát most akkor a vízre vált jót fog tenni neki. A víz az nagyon jó. Kerestük Gyurcsány Ferencet, hogy őt is megkérdezzük az adok-kapokról, de nem akart interjút adni. Facebook oldalán egy sült pisztránggal fényképezkedett, mint írta, szigorúan fehér kenyér nélkül.